A dualizmus korának meghatározó magyar építésze Hausmann Alajos volt, akinek köszönhetően a budavári palota a 20. század elejére Európa egyik legrangosabb uralkodói épületegyüttesévé vált, és belső terei is a királyi rezidenciához méltóak lettek. Hausmann a magyar iparos mesterek legjobbjai gyűjtötte maga köré, hogy együtt alkossák meg a termet, melynek berendezése 1900-ban a párizsi világkiállításon elnyerte a zsűri nagy díját. A terem helyet adott udvari eseményeknek, de hivatalos körséta keretében látogatható volt a közönség számára is. A palota egyik legszebb terme a Szent István terem, melynek történetének legünnepélyesebb mozzanataként 1916. decemberében 4. Károly az utolsó magyar király megkoronázása előtti napon itt bontották fel a Szent Koronát rejtő ládát, itt őrizték az ország a nemzet legfőbb jelképét, s másnap innen vitték a Mátyás templomba. A helységnek otthont adó épületrész a II. Világháborúban bombatalálatot kapott, és teljes belső kialakítással megsemmisült. Az 50-es években a földémektől kezdve a falakon át az ablakokig a termet teljesen átalakították, múzeumi irodát, metszettárat helyeztek el benne, újjáépítése fel sem merült. A 21. század második évtizedére jött el az idő arra, hogy a budavári palota is ebben a Szent István terem rekonstrukciója megtörténhessen. A munkálatokat a Nemzeti Hausmann program keretében a Várkapitányság végezte. Az újjáélesztésben számos magasan jegyzett magyar cég kapott megbízást, és ebben szerep jutott az eredeti kialakításban is oroszlánrészt vállaló Zsolnai Porcelán Manufaktúrának is. Ők kérték föl Fúz György szekszárdi keramikus művészt, szobrászt a teremben található képek rekonstrukciós munkáinak levezénylésére. Hát ez az a gyöngyszem, ez a Szent István terem. Én azt gondolom, hogy az utóbbi idők egyik legizgalmasabb és legszebb építménye, amiben én részt vehettem. Mi volt a funkciója eredetileg a teremnek? Hát amennyire én tudom itt a leírásokból, ugye nagyon sok nagyon jó kis írás történt itt a feldolgozás kapcsán. Ez mindig egy ilyen reprezentatív erre szolgáló terem volt, igazából nem volt azon kívül a mérete miatt sem lehetett olyan más funkciója, tehát egy ilyen vendégfogadásra alkalmas, és tudomásom szerint, ahogy elmondták, akkor volt itt egyszer koronázás előtt a korona is, behozták, és akkor innen vitték a koronázásra. Tehát egy fantasztikus épület. Ugye az a története, hogy állítólag a Zsolnai vetette fel, hogy építsék ezt meg, és igazából ő egy igaz, tiszta zsolnai termet szeretett volna. De aztán a Hausmann Alajos, aki az egészért felelt, ő akkor itt három ilyen hasonló termet szeretett volna létrehozni. Ez az, ami teljes egészében megmaradt, már olyan szempontból megmaradt, hogy a felmér, tehát minden apró műszaki megoldása megmaradt, talán kivéve éppen a kerámiákat. Én 2,5 éve kerültem bele, tulajdonképpen a véletlen révén. A Zsolnai gyár már korábban előtte talán még egy évvel megkapta a felkérést arra, hogy készítse el a kerámiákat, ami eredetileg is ugye zsolnai kerámiák voltak, és ebben ez a kandalló, a képek, és akkor hát amit itt talán kevésbé is figyelnek az emberek, hogy itt fönt még a plafonon is gyönyörű zsolnai kerámiák vannak eozinnal, mindennel arannyal. Úgy kerültem be, hogy igazából egy ilyen vészhelyzet állt elő, hogy tulajdonképpen nem tudta megcsinálni a gyár. És akkor a tulajdonos fölhívott, ugye ott együtt vagyok az egyetemen, a Zsolnai gyárba ott vagyunk, a régi Zsolnai gyárba, fölhívott, hogy akkor menjek föl, mert itt van a bizottság, a nagyon kemény zsűri, mert tényleg itt folyamatosan havi zsűrizések voltak, és azt mondták, hogy hát azt látják, hogy a gyár nem tudja megcsinálni. És akkor én már korábban is tudtam, hogy előtt készül egy ilyen, és azért igazából láttam, hogy ez egy kicsit talán túlnő most per pillanat a gyárnak a legalábbis az, ahogy ők hozzáálltak ehhez az elején.
És na, akkor ott sikerült meggyőznöm a bizottságot, akik már odahozták a Herendi gyárat is, hogy majd ők akkor helyette meg valaki más. És mondtam, hogy adjanak nekem másfél hónapot, mert az alatt azért itt szerintem meg fogjuk tudni, átvizsgálom, megnézem, hogy hogyan sikerülne ezt, vagy hogy lehetne megcsinálni. És hát megmondom őszintén, az elejéről kellett kezdeni, mert teljesen más módon álltunk hozzá, tulajdonképpen úgy, ahogy az eredetileg volt. Tehát az, hogy mint csinálták korábban. Tehát korábban is az volt a lényeg, hogy a gyárnak az akkori 1900-as évek elején, vagy 90-es években, hát ott is volt egy standard gyártási technológia, de ez azért ennél túlnőtt, mert itt igazából ezek a királyképek, amihez mondjuk ugye nekem itt közöm volt, a királyképek azok egy festői módon, egy Roskovics Ignác a kornak az egyik leghíresebb ilyen festője, aki történeti képeket, mindent, egy fantasztikus képei vannak. Az eredeti Roskovics képek azok most is ott vannak a parlamentben egyébként, az olajképek, amelyek ugye restauráltak, de mégis abból kaptuk mi az egészet digitálisan, hogy azután csináljuk meg. És akkor mondtam, másfél hónap ez alatt én megpróbálom megteremteni, hogy átvizsgálni, hogyan lehet, és az első és a legfontosabb volt, hogy meg kellett keresni egy olyan festőt, aki alkalmas arra, hogy ezt megfesse. Mert ezt egy nagyon jó gyári szakember, aki mintákat fest a vázára, az nem tudja. Tehát itt tényleg festményértékű, képzeti értékű munkáról van szó. És akkor megtaláltam, megkerestem, tudtam, hogy van egy frissen végzett fiatalember ott a művészeti karon, egy Ódor Bence István fiatal festő, aki ilyen szuperreális képeket festett, meg fest most is, és akkor megkerestem őt, hogy jöjjön el. Annó egyébként 1902-900-tól kezdték festeni, akkor is megkerestek egy Rajzilek Henrik nevű fiatal festőt, érdekes így az össze. Történelem is. Igen, tehát hogy Pozsonyból elhoztak egy fiatal festőt, aki tulajdonképpen még utána csinált egy-két képet, de alapvetően mondhatni erre az időszakra volt oda rendelve. Volt mellette egy másik, egy Mikelszki nevű festő is, de az valószínű szintén a segéd, tehát a háttereket, meg minden mást festett. És akkor így mondtam, hogy velük együtt kipróbáltuk. Ugye a furcsaság az, hogy azért egy olajkép az teljesen más. Az olajképen az a szín az ugyanolyan, mint amit felfest a festő, vagy ami a festék maga. Itt ugye folyamatosan változik. És ugye hát ehhez a technológiához. Tehát azt nyugodtan ki lehet mondani, hogy maga az egész munka az akkor is nagy valószínűséggel azért egy ilyen extrém és tényleg valami olyan különleges igényű és olyan technikát, mindent kívánt, mint amit most, mert azért most is azért kemény próba volt mindez. Milyen technikai nehézségekkel kellett megküzdenetek? Jó, hát az első az, hogy ugye azt kell tudni, hogy ez a terem teljesen megsemmisült, tehát kiégett itt a háború végén, egészen az utolsó bombázások egészen a végén, tehát igazából semmi nem maradt meg, a kerámiákból sem maradt meg semmi. Hogy az hova tűntek, igazából nem tudni. Állítólag a kandallóból is, ebből a fantasztikus méretű zsolnai kandallóból is egyetlen egy elem maradt meg, illetve hát próba elemek mondjuk a gyárban. A képekből egyetlen egy eredeti elem nem maradt meg, illetve voltak próba elemek, ami mondjuk a múzeumban van lent Pécsen, akkor itt a Nemzeti Galériában, tehát egy-két ilyen elem volt, de ezért kellett teljesen újraépíteni az egészet. Nem maradt meg dokumentációban? Érdekes, hogy semmi dokumentáció nem maradt, úgyhogy újra kellett az egészet vizsgálni, tehát voltak komoly felmérések, hogy hogyan. Megmondom őszintén, hogy nagyon az legegyszerűbb vizsgálat az volt, hogy oda mentünk a Pécsi Múzeumban
a Zsolnai Múzeumban az eredetihez, ott egy restaurátorral megnéztük a festékeket, milyen, hogyan, színeket, stb. Stb. Mert kvázi ő értett hozzá, meg én értettem hozzá, hogy most ezt körülbelül mi kell. És akkor így újra kellett festékektől, alapanyagtól kezdve mindent felépíteni, hogy ugyanazt a hatást tudjuk létrehozni, ami elvileg ott van egy ilyen minta darab. Ő van egyébként a Zsolnai Múzeumban, ez a darab. Picikét más, a kicsit a keretezése ez az, de alapvetően ő volt az egyik ilyen mintánk, amiből tudtunk építkezni. És akkor, hát nem is ő volt az első, de tulajdonképpen az első között tartozott, ez az egyik kedvencem. A másik kedvencem ott a Szent László. Ugye azt kell tudni, 10 darab ilyen nagy kép van, és a 10 kép után még van 2 ilyen fantasztikus triptihon, ami már nem ezekkel a hátsó aranyozással, tényleg festői értékű. Őket csinálta utoljára egyébként a festőművész fiú, mert azokra várt igazából, azokat megcsinálja. Ami a nagyon technikai nehézség, tehát az, hogy egy ekkora kerámia lapot, aminek tudtuk első pillanattól kezdve, hogy ugye vissza kell számolni az aranyozástól, ami mondjuk a legalacsonyabb hőfok, és onnantól az összeset fel kellett építeni, hogy milyen rétegeket hányszor is. Ami ugye senki nem hitte el, előre borítékoltuk, hogy ezt legalább 10-szer kell égetni. Tehát nem lehet fölvinni rétegeket, mint a olajképnél egymásra úgy, annélkül, hogy mondjuk az ne törölje le a következőt. Tehát ezért kellett 10-szer égetni. Most ezt a 10 égetést, ha valaki tudja a kerámiában, hogy egy ilyen ekkora lapnak ki kell bírni, plusz ugye nem látjuk előre, hogy milyen színek jönnek ki, mert a kerámia festékek azok egy picit más színek, amikor felfesti az ember. Volt úgy, hogy meglepőd? Teljesen más jött. Tehát volt, amikor mondjuk, megmondom őszintén, úgy emlékszem azzal a lilával, ami ott középpen a Kálmánnak a köpenye, hát azon nagyon sokat killottunk, mert azért egy ilyen szint. Akkor jött a művészettörténész, hogy nem ilyen volt az eredeti sem, akkor az olajképen sem ilyen volt. Tehát egy kicsit ez így bonyolította a dolgot, de hát ami nagyon fontos, hogy én azt kértem, hogy ezt csak nyugodtan lehet csinálni. Tehát ott kértem 2 ottani nagyon jó festőt a gyárból, és őt, ezt a fiút. És hogy ezt a termet, ezt hagyjuk, akkor csak itt ezzel foglalkozzunk, minden körülményt zárjunk ki, de megmondom őszintén, a legizgalmasabb az, hogy tényleg egy idő után mennyire jól tudtak együtt dolgozni. Ugye hát a lényeges részeket, ami igazából festői, az arcok, az anatómiai dolgok, a drapériák, ezek voltak az ő feladata, és hát igazából a lelket ő adta ebbe bele, de nagyon sokat, hát most belegondolunk, a virágok, az aranyozás, a körítések, ezeket pedig a festőhölgyek csinálták, de nagyon jól sikerült együtt dolgozni. Egyetlen egy tábla repett el, de az is a lapnak a hibája volt. Úgyhogy én azt gondolom, technikailag így ilyen szempontból nekem egy nagyon nagy meglepetés volt, hogy ezt így ilyen precízen, ilyen tényleg nagyon technikai minőségben így végig tudtuk csinálni. Az a nehézség a dologban, hogyha egyszer nekiálltak egy táblának, azt nem lehetett újra csinálni? Hát, hogyha elrontották, akkor ott nem nagyon lehetett. Tehát igazából nem volt ott az, tehát ha mondjuk megreped, vagy bármi, vagy a festék annyira bekente már, és nem lehetett újra föl, hát úgy mondjam, még rátenni, mert az már megint egy más volt. Tehát nagyon, ezért volt nagyon lényeges, hogy nagyon lassan inkább építkezzünk, és akkor várjuk meg, hogy az mi lesz, és akkor a következő színnel már azt tudtuk még esetleg még finomítani. Érdekes volt ez a munka. Egyébként csodálkoztak úgy a kollégák, meg az egyik művészettörténész hölgy, hogy ebbe én úgy belevágtam, mert ugye hát másról ismer. Én azt gondolom,
szakma annak teljesen mindegy, hogy melyik részét fogjuk meg. Tehát, hogyha egyszerűen meg kell valamit valósítani, mint itt meg kellett valósítani ezt úgy, hogy az igények szerint, ahogy megcsinálták régen, akkor ez egy nagyon izgalmas feladat. Tehát én így fogtam föl, azon kívül, hogy hát szeretem a Zsolnai gyárat, mert tudom is, én ott voltam meg gyakorlaton is, meg diplomámat is ott csináltam, meg most itt van, ott van az egyetem, és ott dolgozok. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas feladat volt. Nem indult könnyen, megmondom őszintén, mert volt az előtte lévő év alapján egy ilyen elég feszült hangulat a művészettörténész, a vezető művészettörténész, a restaurátorok, az építész, aki nagyon-nagyon precíz volt, és minden milliméter tényleg nagyítóval vizsgálták a táblákat. Tehát egyszerűen izgalmas volt a dolog. De aztán, amikor látták, hogy most itt talán jó kézben van, és nem engedtem semmi kompromisszumot, tehát ott a festékekbe, semmibe, tehát az, hogy akkor ki kellett égetni, amikor ki kellett. Tehát nem volt olyan, hogy most itt kapkodunk időben. Kvázi szerencsére még az egész egy picikét úgy határidőben is azért tolódott, és volt mondhatni szinte egy év, amire még azért úgy lehetett, és látták, hogy amikor komolyan gondoljuk ezt, akkor itt tényleg ehhez megfelelő mennyiségű idő kell. Úgyhogy szerencsére, de mi kész lettünk bőven, azt gondolom. És mondom, például egy ilyen érdekesség, hogy mennyire precízen akarták visszakapni az eredetit, hogy de nem csak a miénknél, hanem mondjuk akár a parkettában, hogy a hibát, azt hibát meg kellett csinálni, ami eredetileg is volt a hiba a terembe. Ugyanígy mondjuk például a háttérben volt egy ilyen aranyozás, ez az arany lilium, mint a hátul, akkor ebbe kvázi kellett egy kis hibát csinálni, mert ne az legyen, mint hogyha ez fel lenne matricázva az egész. Úgyhogy ilyen apróságok, de amúgy egyébként, ami különleges volt, és hát mondhatom, hogy néha azért feszültséget később is okozott, mert csöpögtették az információkat nekünk. Tehát olyan volt, hogy kiderült, hogy vannak eszméletlen jó minőségű fekete-fehér fotók. És ők a fekete-fehér fotókat elemezgették, és nekünk nem adták át, hogy mi dolgozzunk abból. Na, és akkor a végén egyszer megmondtam, hogy azért jó lenne, hogyha már így közösen dolgozunk, akkor mindent kapjunk meg, mert akkor így össze tudjuk hasonlítani. Mondjuk ebből nehézségek is történtek, mert ugye például kiderült, hogy a megkapott minta meg a fekete-fehér fotónál volt egy kis különbség, mert ugye hát azért ott is másolni kellett. Ott levitték egyébként az eredeti Roskovics képeket, levitték a gyárba, és ott tudott másolni a festőművész. Egyébként érdekesség az, hogy a próba daraboknál mi volt, tehát többféle mázat kipróbáltak. Egyébként lent a Zsolnai Múzeumban is van többféle háttérrel, többféle máz megoldással. Úgyhogy így is azért kellett a végén eldönteni, na, akkor ez lesz, amit csinálunk. Terem éke a kandalló. Annak valami részlete, maradványa megmaradt, vagy azt újra ki kellett találni? Ott nagyon precíz műszaki rajzok voltak. Tehát szerencsére ott az én nem folytam bele a kandallóba, csak tudtam, hogy párhuzamosan készül, meg láttam ott a gyárba a kandallónak a munkáját, és egyre jobban, hát ki volt téve az egy nagy műszaki rajz, és akkor oda lettek próbában mindig, mert azért nagyon, ebből a nagyon sok elemből, meg a nagyon bonyolult formából azért el lehet képzelni, hogy azért elcsúsznak dolgok. Úgyhogy az én, ami a történet, és talán egy érdekesség, hogy ugye azt teljesen kidobálták, és itt kint volt de nem is rögtön a háború után, 48 valami ilyenkor, kidobáltak az egész kandallót, és állítólag egy kupacba itt volt a várudvarán, és akkor egy kislány az apukáját meggyőzte, hogy egy darabot hadd vigyen már haza, és az a darab itt van, aki ki van állítva.
eredeti, állítólag eredeti darab, egy-két ilyen régi zsolnai mintán kivéve ez az egyetlen egy darab eredeti darabban. De egyébként nagyon pontos műszaki leírás volt róla. És hogy jutottatok hozzá? Hát azt állítólag az a hölgy, aki most az, mikor megtudta, hogy ez készül, akkor behozta, és itt van az az eredeti darab kiállítva. Mi ennek a munkának a legnagyobb értéke a számodra? Hát számomra jó, azt mondom, hogy ugye sok vita van arról, hogy most egy ilyen termet, ami mondjuk egy más világba készült még, azt rendbe kell lerakni, meg kell csinálni. Én azt gondolom, hogy ez nem csak azért példa, hogy igen, meg kell őrizni az, ami volt. Ugye nagyon sok minden nem úgy van itt a várban, csak egy érdekes, hogy az összes ablak mind más. Ott vannak az eredeti ablakok, például csak ezen az egyetlen kis részen. Tehát ezért nagyon sok dolog van, jó tudjuk, hogy nézett ki a vár. De azt gondolom, hogy ez egy olyan példa a mesterségre, az iparművészetre, a kézművességre. Tehát ez akkor is egy a legkomolyabb kézműveseket foglalkoztatta. A legkomolyabb iparosok, tehát ilyen tékedben, meg minden. Tehát akik a faiparban, a textilben. Tehát például akkor is a textil tapétát, ami arany, ezüst szövésű, azt most is kint tudták csak megcsinálni, és Németországban. Tehát azért, de a többség, tehát minden tulajdonképpen talán az kivéve, úgy tudom, az itt készült, és azért ez megmozgatta ezeket a most is nagyon jó iparosokat, és azt gondolom, hogy tényleg egy példa arra, hogy mit lehet csinálni. Ez tulajdonképpen egy olyan minőség, amit tök mindegy, hogy mikor készült, hogy erre rá kell csodálkozni. És az, hogy most itt egy az egyben sikerült így megcsinálni, mondhatni mindenkinek, ez szerintem egy példaértékű.